Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon, ha esetleg még nem találkoztatok volna velem, akkor sziasztok, én Cintia vagyok, és általában heti kétszer, kedden és pénteken láthatok tőlem új tartalmat itt a csatornámon. A mai videó az nem egy tervezett videó, abszolút nem ezt akartam nektek először felvenni, de ez lett belőle, és végül is nem is bánom, mert most, hogy így a csatorna is elkezdett nőni, tehát most már közel 1400-an követitek az életemet, a mindennapjaimat, ugye szoktam vlogot is készíteni, megnézitek a videómat, ami nekem szürreális és még mindig felfoghatatlan és nagyon-nagyon jó érzés. Így mondhatni elérkezett ennek a videónak az ideje is, hiszen ez egy 20 tény lesz rólam. Vegyesen furcsa és általános tényeket fogok felsorolni nektek, és miért is gondolom azt, hogy ez a videó elérkezettnek mondható, hiszen ezáltal ti is jobban meg fogtok engem ismerni, és kaptok egy összetettebb képet rólam, és nem csak azt fogjátok tudni, amiket mondjuk a videóban elmondok, úgyhogy igen, a mai videó néhány tény lesz rólam, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen a személyiségem, ki is vagyok én valójában, vagy nem, akkor mindenképp tartsatok ma velem. Az első tény, ami szerintem se nem furcsa, se nem általános, ez olyan hétköznapi tény, de el kell, hogy mondjam, mert én is ugyanezt csinálom, hogy minden ruhámat és mindent egyébként színek szerint rendezek. Igen, akárhányszor benyúlsz a gardróbomba, minden szét van válogatva a fazon, típus és szín szerint. Összességében véve egyébként nem gondolnám, hogy extra rendszerezett személyiség lennék, elég sokszor elszabadul itthon a pokol, de ez a szín szerint rendezem a dolgokat, mániám, ez évek óta velem van, de tényleg évek óta, és nem is tudom elhagyni. Próbálkoztam már, egy picit így kimozdulok a komfortzónámból, és bevadulok, és hogy a fekete felsőm után nem a szürkét teszem felőre, hanem mondjuk egy fehéret, de annyira bizárgálta a jobb agyféltekemet, hogy vissza kellett rendeznem, úgyhogy igen, minden színek szerint rendezek. A következő tény rólam, amit szeretnék nektek elmondani, vagy megosztani veletek, de szerintem egyébként ez már feltűnt nektek videóba, hogy állandóan mindig mindent meg kell magyaráznom, és ezt utálom magamban. A legegyszerűbb tényt is az, hogy milyen a kedvem, meg akarom magyarázni mindenkinek. És nem tudom, hogy ezt miért csinálom. Ez egyébként valószínűleg néhány gyerekkori dolognak a következménye, amit a mai napig nem tudok elhagyni, és általában pont a párom szokta nekem mondani, hogy ne magyarázz már mindent meg. Teljesen elfogadom azt, hogy miért fekete a fekete, és ne akarja feketéből szürkét csinálni. És tök igaza van egyébként, de valamiért ezt nem tudom elhagyni, és ez egyébként engem is bosszant, és sokszor a környezetemet is, úgyhogy lényeg a lényeg, hogy én mindig mindent megmagyarázok, és ezt is megmagyaráztam nektek, hogy miért magyarázok meg mindig mindent, úgyhogy igen, értitek a probléma lényegét szerintem, de nagyon próbálkozom, és nagyon meg akarom tanulni ezt elhagyni, de egyelőre nem igazán sikerült. A következő állítás, vagy tény, nem akarom mindig ugyanazt a szót használni, az igazából kapcsolódik az elsőhöz, miszerint ugye én minden színek szerint rendezek. Ugyanígy igaz ez arra, hogy én mindig mindent ABC szerint rendezek. Na most, értem itt azt, hogy vegyük a könyves polcomat, mert tudjátok, hogy mostanában megint visszatértem a rendszeres olvasáshoz. Általánosabban véve én úgy szoktam csinálni, hogy a könyves polcomon két felé vannak válogatva a könyvek. Alul vannak azok, amiket már elolvastam, felül azok, amik még olvasásra várnak. De mindig mindent a szerzők neve alapján rendezek, szóval ABC sorrendben vannak a könyveim szerző szerint. Nyilvánvalóan, ha mondjuk egy írótól több könyvem is van, akkor a trilógiát nem kell magyaráznom, mert ezek általában ugyanaz a címük, csak mondjuk egy-két szó változik benne, de ha mondjuk más sorozatról beszélünk, akkor utána pedig cím szerint rendezem őket sorrendben. Úgyhogy igen, nekem ez egy ilyen problémaszerűségem. ABC sor szerint szoktam rendezni, ugyanez igaz egyébként az íróasztalomra is, ott is mindig minden ABC sorrendben van, ami ugye azt igényli, hogy így legyen rendezve. A következő dolog, amit szerintem igazából csak a párom tud rólam, az az, hogy én egy igazi házi sárkány leszek, ha takarítok. Ha takarítok, senki nem szólhat hozzám, akkor valami őrület mód kijön belőlem a rosszabbik énem, minden zavar, minden idegesít, ami előtte nem zavart. Ha én tettem le a kávés poharat valahova, nem érdekelt, de ha takarítok, érdekel, és felteszem annak a kérdést, hogy miért csináltad ezt? Ha a párom letett valamit valahova, ami előtte nem érdekelt egész hétközben, de mondjuk takarítok, akkor zavar. Úgyhogy
Igen, ezt csak ő tudja egyébként, de én abszolút nem vagyok kedves, ha takarítok, és ja, ez fura így elmagyarázni nektek szerintem, mert ezt látni kéne, de őrület mond meg tudok hűlni takarítás közben, és nem igazán értem, hogy miért van ez. Az ötödik tényrólam az, amit nem hiszem, hogy sokatok tud, de egy-két ember elkezdett rájönni, hogy valahonnan ismerős vagyok már neki. Ennek az oka az, hogy nekem régebben már egyébként volt egy aktív YouTube csatornám, és ugye én ezt, a mostanit, én ezt teljesen nulláról kezdtem újra. És igen, szóval a lényeg, hogy én régebben már jelen voltam YouTube-on, a fiatalabb és tapasztalatlanabb énem, és akkor abba hagytam, de valahogy az az igazság, hogy az évek alatt, egyébként azt hiszem 2014-ben hagytam abba a videózást, de lehet, hogy 13 végén, szerintem 13 végén hagytam abba a videózást, és ugye most 2020-ba tértem vissza, szóval röpke 6 év telt el, kicsit több, mint 6 szerintem. Nagyon sokat változtam, minden értelemben, és az az igazság, hogy én ez alatt a 6, több mint 6 év alatt egyáltalán nem tudtam a YouTube-ot kivárni a fejemből. Mindig visszavágytam ide, mindig azt akartam, hogy leülhessek a kamera elé, és beszélhessek hozzátok. El nem tudjátok hinni, hogy mennyit vaciláltam azon, hogy én egyáltalán újrakezdjem ezt az egészet, vagy teljesen nulláról építsek fel valamit. Azt se tudtam, hogy menni fog-e, azt se tudtam, hogy mit fogok egyáltalán ezzel elérni. Halvány fogalmam nem volt róla. És mindig ott volt a gondolat a fejemben, hogy én ezt csinálni akarom, én ezt szeretem, és ténylegesen ez így van, úgyhogy teljesen tényleg a nulláról belevágtam, és abszolút nem bántam meg, úgyhogy most már nem megyek sehova, legalábbis jó pár évig még nem tervezek sehova menni, mert imádom ezt csinálni, tehát fantasztikus, és nagyon jó esik egyébként az, amikor megjegyzitek, hogy látszik rajtam, hogy szeretem ezt csinálni, mert tényleg imádom, fantasztikus. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végül belevágtam, és annak is örülök, hogy a párom támogat benne, úgyhogy igen. A lényeg az, hogy régen volt már egy YouTube csatornám, akkor azt abba hagytam, és most itt vagyok újra, úgyhogy ha esetleg régen, nagyon-nagyon régen néztél volna, akkor szia, igen, valóban ismerős lehetek neked. És köszi, hogy újra nézel, úgyhogy igen. A hatodik tény az igazából egy elég meghatározó tény az életemben. Én több mint 5 évig külföldön éltem, egyébként itt a szomszédban, Szlovéniában. Nem Szlovákiában, Szlovéniában. Igen, ez egy létező ország, ugyanis ezt is megkaptam, hogy létezik egyáltalán egy ország. Igen, létezik, és egyébként gyönyörű, és imádtam ott élni. A mai napig egyébként hiányzik az az életem, ami ott volt. Egyébként 2007. szeptemberében költöztünk ki. Én azt hiszem, szeptember 10-én kezdtem ott az iskolát, és 2012. december közepéig éltem ott. A nyelvvel ugyan megküzdöttem először az iskolába, ugye én két nyelvű iskolába jártam, ugye én nem messze a határtól Lendván éltem, vagy hát éltünk a családommal, és ott ugye az általános iskola az két nyelvű, szóval két nyelvű, egyes számú Lendván, vagy két nyelvű általános iskola, ebbe az iskolába jártam, és lényeg a lényeg, hogy ugye az óráknak egy része magyar nyelven is zajlik, tehát hogy gyakorlatilag két nyelvűnek kéne lennie, de én inkább úgy mondanám, hogy 70%-ban volt szlovén, és akkor nagyon lényeges volt, azt elmondták magyarul is. Ez nekem egyébként egy tök nagy segítség volt, tehát segített beilleszkedni az iskolába, belerázkodni, és a nyelven is segített. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szerettem ott élni, szerettem ott iskolába járni. Sok meghatározó dolog történt ott velem egyébként, és nem tudom, hogy mi lenne velem most, ha nem éltem volna ott. Tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra az életemre, sokszor gondolok arra, hogy mi lenne, ha most 23 évesen még mindig ott élnék. Mi lett volna belőlem, vagy hogy alakult volna az életem. Úgyhogy ez egy meghatározó gondolat így a fejemben, és nagyon-nagyon hiányzik tényleg az az életem. Összességében véve egyébként sajnálom, hogy hazaköltözött a családom, de nyilván tudom, hogy akkor nem ismertem volna meg a páromat, nem ismertem volna meg a körülöttem lévő embereket, ami nyilván sajnálok, csak én tényleg ott úgy megtaláltam magamat, és ott tényleg úgy helyén volt az életem, úgyhogy igen, ebből a szempontból egyébként hiányzik, úgyhogy
Jaj, nem. Na, menjünk tovább, mert elérzékenyülök még a végén. A hetedik tény rólam, ha már így a költözés meg az élet meghatározó dolgairól beszélünk, akkor én nagyjából 15 különböző helyen éltem. Hogy ezt most miért mondom el nektek, hogy tudjátok, hogy miért van az, hogy én sokszor azt mondom, hogy nem igazán kapcsolódom egy helyhez sem igazán. Na most 23 éves vagyok, és 5 évig éltem Szlovéniában, 2 éve élek ebben a lakásban a párommal, és Kapuváron egyébként 2016 óta élek, szóval nagyjából ki tudjátok számolni, hogy 15 hely az hogy iszlik el időben. Legalább. Volt igen olyan hely, ahol csak 2 hónapig éltem. Rengeteg iskolába jártam. Igazából az általános iskolát az tökre nem egy helyen jártam ki, szóval nagyon-nagyon durva, de hiába van az, hogy 5 évig éltem külföldön. Ugye az általános iskolának egy részét ott jártam ki, de előtte mennyi helyen. Szóval nagyon szürreális így ebbe belegondolni, de a lényeg az, hogy itt vagyok, és túléltem, de az összes ilyen kamaszkori piszkálás, bántalmazás, mármint nem a fizikai, hanem a nonverbális bántalmazási formát megkaptam. Soha nem volt egyetlen hely, se tényleg, ahol én igazán kapcsolódtam volna. Ez hozta az élet, viszont tényleg szeretnék most Kapuváron maradni, és itt letelepedni, és családot alapítani, hiszen most már egyre több embert ismerek itt, egyre inkább érzem azt, hogy tartozom valahova, úgyhogy igen, több mint 15 helyen éltem. És egyébként érdekesség, kiegészítésképpen mondom ilyen 6 és feledik tényként, hogy van olyan település, amin belül nem egy, hanem mondjuk 2 helyen is éltem, mert mondjuk itt Kapuváron is élek most egy utcában, de amikor ide költöztünk, egy tök másik utcában laktam 2 évig, úgyhogy igazából még egy helyen belül is költöztem, sőt, Kapuváron egyébként ez a 3. lakás, ahol élek. Fogalmam sincs, hogy hozta ezt az élet, de mindegy, menjünk tovább, a lényeg az, hogy sok helyen éltem. A 8. tény rólam, hogy nincs kifejezetten kedvenc évszakom, de ha választanom kéne, akkor mégis az őszt mondanám, mert imádom a Halloween-t, imádok dekorálni, és ezzel a fekete, borongós, szürkés idővel én nagyon-nagyon tudok azonosulni, úgyhogy imádom ebből a szempontból az őszt, de imádom a tavaszt is, a nyárt is, a télnek is megvan a szépsége. Kifejezetten nem tudnék kedvenc évszakot mondani, de ha nagyon ki kéne egyet emelni, akkor szerintem én az őszt mondanám a Halloween miatt. Lépjünk át a következő tényre, ami egy nagyon-nagyon általános, de mégis úgy gondolom, hogy muszáj elmondanom, mert nagyon-nagyon sokszor kérdezitek, hogy hány éves vagyok. Én 23 éves vagyok, 1997. július 29-én, kedden, hajnali 5 óra 10 perckor láttam meg a napvilágot. Azt nem tudom, hogy hány centi voltam és hány gram, úgyhogy azt tudom, hogy nagybaba voltam. De az, hogy pontosan mennyi, azt már nem tudom. De a lényeg az, hogy 23 éves vagyok, oroszlán vagyok, oroszlán a horoszkópom, és szerintem tökéletesen illik rám az összes jellemző, amit ez a horoszkóp magával hordoz. Úgyhogy igen, nagyon egyszerű, rövid, de mégis muszáj volt elmondani, tény volt. Ellenben a következő, és egyben a 10. tény rólam az az, amit nem hiszem, hogy mindenki tud. Általában az, amit látnak rólam az emberek, az az, hogy kisminkeli magát, felöltözik szépen, tökre nem egy háziasszony típus. Viszont imádok főzni, és imádok új dolgokat kipróbálni. Ami egyébként még szerintem nektek se derült ki az ilyen ebédötletes videóból, révén, hogy csak egy volt eddig, de nagyon-nagyon imádok új ételeket elkészíteni, nagyon-nagyon szeretek kísérletezni, mindig valamit belecsempészni, valamit átalakítani, hogy mitől milyen íze lesz, úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem, és bár nem mindig megyek be szívesen a konyhába, de szívesen töltök ott időt, úgyhogy a végére amúgy mindig tökre úgy vagyok vele, hogy miért is nem akartam én ma főzni? Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy imádok főzni, viszont sütni nem. Nem szeretek sütiket csinálni, soha nem jön össze. Egyetlen egy sütiste, nem olyan lesz az íze, mint kéne, nem olyan az állaga, mint kéne, úgyhogy nem szeretek sütiket csinálni, inkább csinálok rántott húsit 8 körettel. Igen, ez a szintiszta igazság. A 11. tény rólam az az, hogy több kutya által okozott hegem is van. Na most nem menhelyen éltem, és nem veszett kutyák vettek körül életembe, hanem van néhány olyan szituáció, amikor eseményt követ, és oda kap a kutya, nyoma marad, stb. Az egyik ilyen az, hogy volt egy pár hónapos kiskutyánk, egy palota pincsi,
ő volt az én első igazán szívemhez közel álló kutyusom, hiszen gyakorlatilag én gondoztam, én neveltem, úgyhogy ezért is mondhatni, hogy ilyen nagyon-nagyon közel állt hozzám, és inkább volt az én kutyám, mint a család kutyája. Pár hónapos volt, és én odaadtam neki, 10 éves voltam, odaadtam neki így a csirkecombot egészbe, hogy tessék, egyéb fiam. Nem kellett volna, rájöttem utána, mert anya konkrétan elkezdett velem kiabálni, hogy ezt így nem lehet odaadni egy kiskutyának, hanem egy pár hónapos kutyának, mert hogyha véletlenül egy darab csontot lenyel, akkor megvágja a torkát, megfullad, stb. Én totál bepánikoltam, tehát égnek állt a hajam, olyan voltam, mint szörnyelele frász, rohantam a lakásba össze-vissza, kekedtem a kutyát, aki előlem ment a csirkecombbal a szájába, ami majdnem nagyobb volt, mint ő egyébként, de mindegy, és kergettem a kutyát, hogy hadd vegyem el tőle. Na hát én el is vettem tőle, utolértem, nyilvánvalóan, viszont ő nem akart odaadni. Evidens, ne vedd el a kajámat, léci. Én is ugyanígy reagálnék egyébként, tehát, hogy tőlem se vegye el senki a kajámat. És én erősködtem, hogy de add oda, mert ezt nekem neked le kell csipkedni, vagy megetetlek, vagy valamit csináljunk már, csak valami kompromisszumot találjunk ki, tehát ez így nem jó, nem eheted meg egybe. És hirtelen elkaptam tőle, és ő hirtelen az arcomhoz kapott. Ugye gondolom, hát nyilván ugye a csirkecomb után akart nyúlni, de az orromat ért el. Szóval, ha nem vagyok kisminkelve, de egyébként még sminkben is látszik, hogy itt középen, itt az orrnyergemnél van egy heg, ide kapott. És ugye napokig én úgy jártam iskolába egyébként, baromi égő és baromi gáz volt egyébként, nagyon-nagyon sokat csúfoltak utána miatta, hogy le volt tapasztva az orrom, és hát most mit tudtam volna csinálni, tehát nem volt semmi olyan probléma, hogy nekem otthon kellett volna maradni. Egész egyszerűen volt egy tapaszt az orromon, mert hát valahogyan össze kellett annak a rohadt semnek fornia. Úgyhogy igen, az itt nyomot hagyott. Aztán a következő két heg, ami szintén kutyától származik, az itt van az ujjamon. Az egyik egyébként azt hiszem pont ugyanettől a kiskutyától játszottunk, és rosszul kapott oda, úgyhogy picit megsebzett, és nyoma maradt. A másik viszont egy másik kutyától, az itt konkrétan itt az ujjam csontig szétvált. Úgyhogy az ott egy elég nagy heg, és teljesen látható szemmel, egyébként mind a három látható szemmel, de nem nagyon szokott izgatni. Hát igen, az az orros szituáció egy kicsit ciki volt, és meg is kaptam érte az iskolába a kedves szavakat, de a lényeg az, hogy több kutya által okozott hegem van. A következő témám az nem más, mint hogy németből vagy nyelvvizsgám. És hogy én ezt miért mondom el nektek, mert igazándiból baromi sokan meglepődnek ezen, hogy jé, te tudsz németül? Jé, te értesz angolul? Igen, képzeljétek el, tudok németül, és válaszolni is tudok. Bár nagyon-nagyon érdekes, hogy én a gimi után fél évig nem igazán használtam a németemet, nagyon-nagyon sokat felejtettem. Utána én elkezdtem a munkám mellett tanítani, és ugye hát a munka helyemen is kell használni a németemet, elég aktívan, rengeteg az osztrák vendégünk, muszáj kommunikálni. Rengeteg minden visszajött, és képzeljétek el, ahogy tanítok itthon, és haladok a diákokkal, olyan dolgokra jövök rá, hogy tudok, amit még én is meglepődök. Tehát, hogy én a suliban így nem tudtam. És nem értem, hogy miért nem tudtam így a suliba beszélni, meg kommunikálni, meg minden, hiszen a törim is németül volt, nekünk volt Forskunde, fogalmam sincs, hogy ez mi az magyarul, hon és népismeret, igen, Forskundénk is németül volt, Deutsche Literaturunk volt, ami németül volt teljesen, volt még más óránk, ami németül volt, más nem volt, amúgy nekünk németül. És azokon az órákon én csendben ültem. Tehát én megcsináltam mindent, megcsináltam a házit, megírtam a dogát, helyek közel jól, de hogy én így nem tudtam németül az iskolába, pedig amúgy egy német gimibe jártam, vagy hát egy ilyen kétnyelvű gimibe. Nagyon-nagyon durva, de sokkal-sokkal jobban tudok németül, mióta kikerültem az életbe, úgyhogy igen, érdekesség, de van németből nyelvvizsgám, egyébként B2-esen van, egy ponttal csúsztam le a C1-ről, amiért nagyjából egy hétig voltam mély depresszióba, hogy lettem ilyen hülye, de tudjuk, hogy van, ember tervez, Isten végez, egyébként most már tök örülök, hogy legalább ez megvan, úgyhogy igen. A 13. tény rólam az az, hogy én nagyon-nagyon nehezen barátkozom. Ért egy-két csalódás az életben, így barátok terén, és ugye az is, hogy nem igazán volt mindig egy fix hely az életemben, az is nehezé tett nekem a barátkozást. Úgyhogy én ebből adódóan én azt szoktam mondani magamra, hogy én egy borzasztóan antiszociális személyiség vagyok. Az az igazság, hogy nem is igénylem a barátokat annyira. Néha vannak ilyen rossz napjaim, amikor úgy vagyok arra, hogy bárcsak valaki átmehetnék, bárcsak valaki át tudnék menni, aki lány, kávézni, beszélgetni, de úgy végén úgy vagyok arra, hogy nem is igazán tudok ezzel most mit kezdeni.
Úgyhogy igen, ez egy ilyen rövid és szomorú tény, de ez van. A 14. tény egy olyan tény, amit én nagyon utálok magamba. Mindjárt kifejtem, hogy miért. Minden egyes érzelem, minden egyes vélemény, vagy bármi mindig látszódik az arcomon, gyerekek. Nem tudok az arcommal mit csinálni, illetve a szemeimmel. Ha valaki szimpatikus, látszódik. Ha valaki nem szimpatikus, ami tök kellemetlen, látszódik. Ha rossz kedvem van, látszódik. Ha jó kedvem van, látszódik. De minden leolvasható az arcomról. Minden. És egyébként ebből nekem már volt is problémám a hétköznapjaimban, mert mindig úgy visszajelzésként visszajön, hogy így csinálják már valamit az arcomban, mert látszik, hogy valakit úgy meg tudnál ölni, de mit csinálják vele? Tehát, hogy mondjátok meg őszintén, hogy így is maszkot kell hordani, tehát most ott a szemem, ami kommunikál helyettem, tehát, hogy mit? Tehát, hogy mindenki ül. Tehát nem tudok egész egyszerűen ezzel mit csinálni, ha ott van minden az arcomon. Úgyhogy igen, ez nagyon sokszor okozott nekem kellemetlen szituációt már, valljuk be őszintén. Ez van. Lassan elérünk a végéhez, mert hogy a 15. tény jön rólam, ami nem más, mint hogy én a korosztályomhoz képest és a generációmhoz képest és a 21. századhoz képest borzasztóan fiatalon házasodtam. 21 éves voltam, egészen pontosan 21 és fél, de nem bánom. Életem legjobb döntése volt, hogy hozzámentem ahhoz az emberhez, aki most a férjem. És mielőtt megkérdeznétek, hogy vagy elkezdenétek támadni, hogy mekkora a butaság, mert hogy nem éltél meg minden, nem is akartam élni. Mármint, hogy olyan értelemben, mint mások, én úgy nem akartam élni. Mivel én azt gondolom, hogy mi egy teljesen őszinte páros vagyunk, mint egymáshoz, mint így a környezetünkhöz, mi teljes mértékben átbeszéltük azt is, hogy mi lesz, ha esetleg nem működne, és mi van akkor, ha befutsa ez az egész, szóval mi ezt átbeszéltük, vállaltuk a kockázatokat, de nyilvánvalóan minden nap azon dolgozunk, hogy ez működjön, és eddig nagyon-nagyon működik, és tényleg ugyanúgy, ha előrökkezhetném, ugyanígy ennyi idősen házasodnék, ugyanazzal az emberrel, akivel most, vagy hát akivel tettem, és én imádok házas lenni amúgy. Tök jó. Pedig előtte nem akartam férhez menni, de nagyon-nagyon-nagyon jó, és én kifejezetten szeretek feleség lenni, és tök jó, hogy úgy mutat be, hogy ő a feleségem. Én büszke vagyok erre, tehát imádom ezt az egészet, és tényleg a lehető legjobb döntés volt. A 16. tény, ami igazából a gimihez, a tanuláshoz, és így az életem egyik meghatározó részéhez kapcsolódik, hogy nagyon sokan nem tudják rólam, de én Győrbe jártam gimnáziumba, nyelvi előkészítés voltam, szóval 5 évig voltam gimnazista, 2013. szeptemberétől 2018. júniusáig. Ezt jól kiszámoltam, ügyes vagy. Viszont nem szerettem gimnazista lenni. Nem abba az iskolába akartam járni, ahova jártam. Így utólag belegondolva a nyelvi dolgok miatt ez egyébként a lehető legjobb döntés volt. De én akkor, amikor gimis voltam, és soha nem is tagadtam, és most se fogom tagadni, én lázadtam a tanárok ellen, lázadtam a rendszer ellen, amiben voltam, és hangot adtam a nem tetszésemnek, hogy én nem oda akartam járni. Utána belegondolva nem mindig viselkedtem a legokosabban, de nem tudom, tehát az életem azon szakasza, az teljesen más volt, mint a mostani. Tehát elég sok stressz volt az életemben. Nyilván tudom, hogy ez nem kifogás, de nagyon-nagyon sok meghatározó dolog volt akkor ott, ami létrehozta az egyes szituációk alakulását, és nem igazán éreztem azt, hogy bárki ott megértene, nem sem éreztem, hogy odavaló lennék, úgyhogy igen, ezek így összeadódtak, és hát ja, néha érdekes szituációk születtek. A lényeg az, hogy én Győrbe jártam gimibe, a gimi az egy nagyon-nagyon jó gimi volt, ahova jártam, tényleg fantasztikus oktatási rendszerrel rendelkezik, de nem szerettem oda járni, és mondjuk, ha őszinte lennék, nem is kifejezetten örülnék, ha a gyerekem abba az iskolába szeretne menni, ahova én jártam. Nem azért, ahogy az édesanyja viselkedett, egyébként semmi extra rosszat nem csináltam, csak nagyon őszinte voltam, és általában kimondtam azt, amit gondoltam, de nem, tehát, hogy én nem szerettem abba az iskolába járni. Bocsánat, ha ezzel bárkit is megsértettem volna, de ez az őszinte véleményem.
A 17. tény rólam nagyon általános, semmi extra. Én imádom a feketét, én imádom viselni kiegészítőkben, dekorációban, mindenben, úgyhogy az én kedvenc és abszolút színem az a fekete. Ezzel nincs is mit túltárgyalni. A 18. tény rólam egy olyan tény, ami engem is meglep, hiszen én világéletemben gyűlöltem a szoknyákat, pláne nem a nyári egyberuhákat, viszont annyira megváltozott az ízlésem, és annyira nagyon én is megváltoztam, hogy képzeljétek el, hogy most már szinte gyűjtöm őket. Nincs olyan szezon, nincs olyan nyár, hogy én ne vennék legalább 5 szoknyát szerintem. Imádom őket, imádom a különböző színeket, fazonokat, mintákat, és gyakorlatilag minden, ami nyári ruha, ilyen egybe ruha, az nekem jöhet, és tényleg szerintem gyűjtöm őket. Tehát bátran kijelenthetem, hogy én gyűjtöm a nyári ruhákat. A 19. tény, az utolsó előtti tényünkhöz érkeztem, az szintén egy nagyon személyes, egy olyan, vagy hát nem személyes, egy általános tény róla, inkább így fogalmazok, balkezes vagyok, és ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy utálom. Kifejezetten utálom, nagybetűkkel, hangosan, nyomtatottam feketével mindennel leírva, amikor valaki megjegyzi nekem, hogy jé, te balkezes vagy. Olyan fura. Mi fura ez? Te jobban írsz, én ballal. Tehát, hogy ez miért fura? Tényleg nem értem. Miért fura az, ha valaki balkezes? Az egyik kedvencem ezzel kapcsolatban az az, amikor megjegyzi az illető, hogy a balkezes emberek azok olyan furák. Azért, mert másképp tartom a tollat? Vagy miért vagyok fura? Mert tudom, hogy a középkorban a balkezőség a boszorkányság egyik jele volt, és én is állítom, hogy előző életemben boszorkány voltam. Mindig azt mondom egyébként. De miért fura az, ha valaki balkezes? Már tökre nem az 50-es éveket éljük egyébként. És nagyon-nagyon-nagyon sokszor hihetetlen mennyiségben jegyzik meg nekem azt, hogy fura, hogy balkezes vagy. Csodálatos. Tényleg, szebbítettétek a napomat, fura vagyok, kívülálló vagyok, ufó vagyok. Hát igen, mondjuk ezt is mindig szoktam mondani, hogy én biztos ufó vagyok. De hogy ennyire, hogy már ez is hozzátevődik, tehát ez nagyon durva. A lényeg, gyerekek, balkezes vagyok, fura vagyok, ufó vagyok, és boszorkány voltam előző életemben. Csak hogy így mellékesen megjegyezzem. Nem mindegy. És elérkeztünk az utolsó tényhez, ami nem más, mint az, hogy én mi is akartam mindig is lenni. Igazából, mivel ugye egy ilyen sminkes, beauty témás YouTube csatornát vezetek, gyakorlatilag bárki mondhatná azt, hogy sminkes. Igen, én tényleg szeretnék a jövőben sminkes is lenni, tehát szeretném azt a papírt megszerezni, bár tudom, hogy az oktatási rendszer most eléggé átalakult, úgyhogy abban valószínűleg semmi nem lesz, de engem egyébként gimi után a Soproni Egyetemre vettek fel, méghozzá logisztikai szállítmányozás szakra jelentkeztem, vagy azt hiszem, akkor úgy szerepelt, hogy szállítmányozás és kereskedelem, nem is tudom, de a szállítmányozás az biztos benne volt. A lényeg, hogy én mindig is speditőr akartam lenni, gyakorlatilag kislánykorom óta. Nekem apukám kamionsofőrként dolgozik, én soha nem szégyeltem ezt, én ezt mindig egyébként egy tök menő szakmának tartottam, bár mondjuk ez is egy kicsit átalakult. A 90-es években nagyon-nagyon tisztelték a sofőröket, manapság már nagyon-nagyon semmiben nézik őket, ami nem szép. Baromira nem szép egyébként, mert egy tök nehéz szakma, és én mindig is speditőr akartam lenni, én mindig irányítani akartam. Tehát, hogy én mindig speditőr akartam lenni egész egyszerűen. Én imádom a kamionokat, én imádom azt, amikor is szervezni kell a buvarokat, ide-oda, amoda, mindenhova. Én ebbe bele is tudtam egyszer-kétszer kóstolni, úgyhogy nagyon-nagyon vágytam arra speditőrlésre. Az élet az másfele sodort, de ami késik, az nem múlik. A szívem az nagyon visszavágyik az egyetemre, vagy hát szeretné ezt az egészet megcsinálni és végigcsinálni. Meglátjuk, hogy a későbbiekben mi lesz ebből. Csak itt szerettem volna megosztani veletek utolsó tényként, hogy mi az én álom, dream jobom. Szóval igen, speditőr szerettem volna mindig is lenni. És ezzel igazából elérkeztünk a videó végéhez, ami tudom, hogy egy baromi hosszú videó lett, de ahogy említettem, az egyik tényrólam az volt, hogy szeretek magyarázni, beszélni. Igen, ezt most is láthattátok, hallhattátok. Ha tetszett nektek ez a videó, és úgy gondoljátok, hogy ezáltal kicsit jobban megismertetek engem, akkor mindenképp jelezzétek azt felém egy lájkkal. Ha bármilyen videóval kapcsolatos kérésetek van, írjátok meg nekem le nyugodtan kommentben, és ha még nem tettétek, de szeretnétek, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára is. És szerintem tényleg nem húzom tovább a szót, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, és legyen addig is csoda szép napotok. Sziasztok!